Akkor kezdem, okay. Jó, hát én pont arról fogok beszélni, ami a cím, vagyis a közoktatási innováció, tehát egy közoktatási innovációról, és valóban az, hogy egy tanárképzés, hogy is tudjam, hogy egy tanárképző intézeteknek az innovációnak az elterjedését segíteni. Hát magáról az innovációról szeretnék néhány szót szólni, leginkább nem is magunknak, hanem a vendégeknek. Most nem mi vagyunk a vendégek, hanem akiknek bemutatjuk az intézetnek a működését. Ugye itt a komplex instrukciós programról szeretnék néhány szót szólni. A 70-es évek közepén a Stanford Egyetem már azzal, és hát egyáltalán Kaliforniában azzal szembesültek az iskolák, hogy rengeteg sok bevándorló gyerek van az iskolákban, és a Stanford Egyetem elkötelezte magát amellett, hogy megpróbálja ezt a nagyon sokszínűséget kezelni úgy, hogy leginkább arra fókuszált, hogy ezeket a gyerekeket hogy lehet úgy a feladatokon keresztül ismeret elsajátításra sarkalni, hogy közben észrevétlenül szinte az angol nyelvet is elsajátítsák. Tehát ez volt a fő célja ennek a programnak. És aztán 2000-ben elérte Magyarországot is, megismertük, és a helyi keresztüli iskola az elkötelezte magát a komplex instrukciós programnak az alkalmazása mellett, de az egyértelművé vált akkor, amikor megismertük a programot, hogy az amerikai módszer nálunk nem alkalmazható. Azért nem alkalmazható, mert a mi rendszerünk, a mi szokásaink, a tantermi viszonyok nem úgy épülnek fel, hogy nekünk ez olyan nagyon alkalmas lenne. Az alapgondolat teljesen rendben van, hogy tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportot szeretnénk nevelni. Ott is, itt is a státuszkezelés nagyon erősen megjelenik a programban, talán erről egy pár gondolatot még ejtek, de igazából ott projektmódszerben gondolkodnak, nekünk a projektmódszer nehézkes, őnekik van hozzá speciális tanterv, nekünk az nehézkes. 45 percben szeretünk gondolkodni, a tanítási órát szeretjük ott délelőtt rendbe rakni. Tehát gyakorlatilag olyan fókuszok jelentek meg, ami az amerikai programban nem feltétlenül. Azért a párhuzam megvolt, méghozzá az, hogy az ottani gyerekek, akik az iskolában vannak, ők nem tudnak angolul. Nálunk pedig főleg a 2000 olyan iskola van, de 1500 mindenféleképpen, ahol dominálnak a hátrányos helyzetű gyerekek az iskolában, és ez a hátrányos helyzet viszont maga után vonja azt, hogy a gyerekeknek a nyelvi kifejező készsége azért az gyenge. És hát nyilvánvaló, hogy a program megállja a helyét. És akkor a státuszkezelés. A státuszkezelésről csak azt a gondolatot szeretném itt elmondani, hogy igazából kevesen értik ezt a részét meg ennek a programnak. Itt arról van szó a státuszkezelésről, hogy maga a pedagógus, mint a legmagasabb státuszú személy ott az osztálytermen belül, hogy tudja úgy megerősíteni az alacsony vagy alacsonyabb státuszú gyerekeknek a teljesítményét, hogy gyakorlatilag a gyerekek egymást társnak tekintik, és miután nem akadálya a státusz továbbá már az ismeret elsajátításnak, tudnak a gyerekek együtt dolgozni. Tehát a státuszkezelés ebben a vonatkozásban jelenik meg az osztálytermen belül, és hát nyilvánvaló, hogy ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy egy méltányosság alakult minden gyerek szempontjából az ismert elsajátítás felé. Tehát ezt takarja az innováció. Még talán annyit érdemes elmondani róla, hogy a helyi keresztüli iskola 10 éve alkalmazta a programot, amikor úgy gondolták már páran, hogy felfigyelnek erre a módszerre. Volt, aki mondhatnám azt is, hogy úgy gondolta, hogy majd ő irányítja ennek a terjesztését, a disszeminációját, de pontosan azért, mert 6 évvel ezelőtt, ahogy elkezdődött ennek a terjesztése, egyértelművé vált, hogy sokkal komolyabb ismeretekre van arra, ahhoz szükség, hogy ez a program sikeresen érjen célba az intézményekben, mint az, hogy egy technikát próbálunk itt elsajátítatni, vagy éppen megmutatni. Nos, a Miskolci Egyetemnek a kollégák és a Miskolci Egyetemnek a tanárképző intézetnek az oktatója a következőt vállalják ebben a
programok az elterjesztésével kapcsolatban. Először is megismerjük a programot. A megismerés az, majd mindegyiket külön fogom elemezni, de anélkül, hogy egy oktató mélyen nyilvánvaló belenemásnál azokba az ismeretekbe, tehát benem fektetné az érdeklődését azoknak az ismereteknek az összegyűjtésébe, ami a programnak a nagyon-nagyon speciális kis részeit adja, anélkül nyilvánvaló, hogy nem lehet úgy oktatni, csak felszínesen, ahogy a program megkövetelni. Aztán az, hogy megismerni, lehet felszínesen, lehet mélyebben, de mi pedagógusok ott egy olyan kis képzésen keresztül vettünk részt benne, ami aztán hát minden kis részletére kiterjed a programnak, és hát megismertük azt, hogy is állja ez meg magát a helyét a tantermen belül. Aztán egy akkreditált 60 órás tanfolyamot szerkesztettünk meg. Ebben nagyon jelentős szerepet kap az az ismeret, ami ahhoz szükséges, hogy egyáltalán egy innováció, egy tantestületben hogy érjen célt, hogy lehet előkészíteni úgy az egyetemi oktatók részéről a programnak a beültetését egy iskolába, hogy talán ott vannak elmaradt ismeretek, nem biztos, hogy nagyon fogadó a közeg az iskolák részéről. Tehát gyakorlatilag ezt a részét néztük meg, tehát az akkreditált pedagógus képzés ezt a részét tartalmazza, és természetesen tartalmazza a képzés, magát a gyakorlatot, és hát mondhatnám azt, hogy a technikai ismereteknek az átadását is. De ez sem volt elég, hanem úgy gondoltuk, hogy a legerősebb pontja talán az lenne a tanárképzőintézetnek az építkezésének, hogy mi magunk is beépítjük ezt a programot a tanárképzésbe. Ha már a oktatók ismerik, ha már akkreditált pedagógus képzés áll rendelkezésre, akkor a következő új terület az lehetne, hogy végig gondoljuk, hogy magukat a hallgatókat, akik ott ülnek a padokban, őket hogy lehetne a leghatékonyabban úgy felkészíteni, hogy szinte azon nőnek fel, hogy ő neki természetes, hogy egy speciális kooperatív tanulási eljárást alkalmaznak. És hát nyilvánvaló, hogy minden oktatónak megvan a saját kutatási területe, de kutatások kezdődtek meg a témában, és természetesen most még ezek csak azok a kutatások, amelyek elsőre egy gondolati ébresztő, és a saját, minden oktatónak esetleg a saját kutatásával összeköthető területek, de aztán majd gondolom azt, hogy jönnek majd azok a területek is, amelyek még nagyon nyitottak, és hát fel kell tárni, és nyilvánvaló, hogy valamiféle tudományos megalapozást kell lerakni a tekintetben. Na és akkor itt van a programnak a megismerése. Az egyetemi oktatók azt vállalták, hogy két napon keresztül megismerik azt, hogy mit jelent egy program, és itt mit jelent a program, és itt most éppen azt látjuk, hogy egy tanulói szimuláció történik, olyan, mintha maguk az oktatók valamiféle tanteremben a gyerekek lennének, egy feladaton dolgoznak, és ezt élik át, hogy gyakorlatilag a gyereknek milyen nap mint napot ülni és ilyen órán részt venni. És az egész közös gondolkodás azzal zárult, hogy maguk az oktatók megpróbáltak olyan feladatokat összeállítani, kitalálni, ami aztán valóban megfelel a komplex instrukciós program követelményének, vagyis milyen. Először is olyan feladatokat, amik nyitott végűek. Ez a nyitott végűség, ez kardinális kérdés, tehát gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy ez a titok, az egyik titok ebben a komplex instrukciós programban. Ugyanis a nyitott végű feladatokon keresztül rávehetik a gyerekeket arra, hogy meg tudják mutatni a többféle képességüket,
ugye? Mert nem csak az olvasás, írás és a számolás mezsgyén mozognak a feladatok, hanem lehetőséget adnak a különböző kompetenciáknak a megmutatására, de ehhez viszont ki kell találni egy olyan feladatot, legyen az történelem, földrajz, matematika, angol nyelv, bármi, ami aztán ezeket a különböző erős oldalakat előhívja a gyerekekből. Tehát gyakorlatilag a nyitott végű feladatoknak ilyen szempontból van nagy jelentősége, illetve pontosan ezeken a feladatokon keresztül adódik a gyerekeknek lehetősége arra, hogy vitatkozzanak, pozitív és építő vitába bonyolódjanak, és ennek eredményeként egy produktumot lerakjanak. Nyilvánvaló, hogy itt már meg kell említeni azt, hogy a programnak az egyik alapgondolata az, hogy minél többet beszél egy gyerek, annál többet tanul. És ezt, hogy minél többet beszél, csak és kizárólag a nyitott végű feladatokon keresztül lehet elérni. Hogyha egy feladatnak csak egyetlen egy jó megoldása van, és én valamiféle eredmény, de konkrét eredményt várok, akkor az nem egy nyitott végűség, azon nincs mit vitatkozni, ott van, lesznek olyan gyerekek, akik rögtön meg fogják oldani a feladatot. Tehát gyakorlatilag ez nagyon fontos szerepet kapott a képzés során, és hát természetesen az egyéni fejlesztés is helyet kell, hogy kapjon, és ott pedig a differenciált egyéni feladatokat, a testre szabást próbáltuk ki. És akkor a következő lépés az volt, hogy egy 60 órás pedagógus képzést akreditált tanfolyamot hoztunk létre, és itt olvasható, hogy milyen címmel. Ugye itt az első gondolat az már rettenetesen fontos, a kultúraváltás tantestületi szinten. Ugye most itt látom a könyveket, a könyvek születtek ebből, a tanárképzőintézet dolgozói összerakták tudásukat, és pontosan a kultúraváltásra fókuszáltunk, és azt próbáltuk körbejárni, hogy gyakorlatilag azon kívül, hogy egy technikát megismer valaki, azon kívül mit lehet még bele tenni ahhoz, hogy értők fülekre találjon a program. Jelzem, több iskolát megpróbál egy pályázat keretében, több iskolát megkínáltunk ezzel a programmal, a programnak az elsajátításával, és Anettához szeretnék visszakapcsolódni az első előadásra, hogy a pedagógusoknak nagyon vegyes a hozzáállása akkor egy akármilyen módszerhez, egy új ismeretlenhez, hogyha az ő komfortérzetüket ez megzavarja. És a komfortérzet az, hogy igenis, hogy ő tudja a tudományát, tudja a tantárgyát, ő ezt nagyon szépen elő tudja adni, nem csak elő tudja adni, hanem én azt is feltételezem, hogy rengeteg sok energiát beletesz abba, hogy az olyan színes legyen az a tanítási óra, de hogyha ezeket az háttérismereteket nem teszi bele, vagyis a háttérismereteknek a tükrében nem fogja úgy irányítani a feladatokat a tanítási órán, hogy minden gyerek képes legyen a feladatnak a végrehajtásában és a részvételében, akkor gyakorlatilag mégsem lesz olyan sikeres ez a tanítás, mint ahogy kellene. Na most a pedagógusok igazából azzal szembesültek, hogy kőkeményen fel kell készülni a tanítási órájukra, és ez a kőkeményen felkészülés az azt jelenti, hogy előtte való nap, mielőtt egy ilyen órát tartanak, lehet, hogy egy óráig, lehet, hogy két óráig, lehet, hogy több órán keresztül nagyon okosan össze kell hozni a feladatokat. És ez úgy tűnik, hogy megterheli őket, és nem készek rá. Tehát most a következő lépés pontosan az, hogy lehet úgy kitalálni egy képzést, illetve hát hogy lehet más oldalról még úgy is megtámogatni a képzést, hogy ne a technika kerüljön előtérbe, de értse azt, hogy mit szeretnénk a programmal elérni. Vagyis értse azt, hogy miért kellene kultúraváltást végezni tantestületi szinten, de valahogy azt érezni, hogy a pedagógusok nem a gondolatukban nem tudtak végigmenni ezen a lépcsőfokon, és ők vagy egy csodamódszert várnak, amikben persze van energiát nem kell befektetni, hanem van egy képzés, és akkor ugye rögtön tudunk tanítani. Nem megy. Tehát gyakorlatilag nekünk ezen még nagyon sok dolgozni valónk van, munkánk lesz, munkát kell még bele tennünk, de én azt gondolom, hogy igenis, hogy meg lehet nyerni ezt a csatát, de csak lépésről lépésre, és nyilvánvaló, hogy nekünk is
nagyon-nagyon átgondoltam kell majd megszervezni azt, hogy amikor az ismereteket át szeretnénk adni, akkor az milyen lépésekben történjen. És akkor itt pedig ezen a kis képen azt látjuk, hogy a pedagógus tréning, annak mi a célja? Ugye a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportot szeretnénk kezeltetni, neveltetni, oktatni a pedagógusokkal. Ezt a módszertani ismeretet mindenféleképpen át szeretnénk adni, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egy kultúraváltással kísért szemléletbeli váltást is szeretnénk előidézni. Ismeretek átadásának nagyon erős pontja az, hogy nem ér véget egy iskolának a megkínálása, hogy elmondjuk nekik 60 órán keresztül, hogy mi történik majd a tantestületben, még az sem, hogy ők órát szimulálnak, és még az sem, hogy egy óravázatot már meg tudnak szerkeszteni. Itt a lényeg az, hogy amikor befejezzük ezt a tanfolyamot, akkor azt mondjuk, hogy hát most tartottuk a nulla szintnél. Nagyjából tájékozottak vagytok benne, hogy itt van egy módszer, ami kipróbált, jelenleg egyébként 40 iskola alkalmazza, és itt van egy kipróbált, a sok iskolában nagyon sikeresen működik, van amelyik már rátérte az ismeret elsajátítás útját, tehát most építgeti magát, és hát vannak olyanok is, akiket elveszítünk, azért elveszítünk, mert vagy a vezetés, vagy maga az egész, mint tanuló szervezet, az intézmény nem működik. És utána jön egy építkezés. Az építkezés egy évig, két évig, vagy akár három évig is tarthat. Mit segítünk ilyenkor? Megnézzük azt, hogy okosan fel tudja építeni a pedagógus a tanítási óráját. Hogyha ez megtörténik, akkor megnézzük azt, hogy valóban az osztálytermen belül hogyan történik ennek az ismeretnek, az óráknak a feldolgozása és az ismeretnek az átadása a feladatokon keresztül. Azokat a viselkedési normákat, a normák az azt jelenti, hogy úgy viselkedik-e a pedagógus a tanítási órán, amelyet a program megkíván, és a program azt kívánja meg, hogy a pedagógus az okosságát tegye bele a feladatokba, és akkor, amikor már ott vannak a gyerekek a tanítási órán, akkor a pedagógus az irányító szerepből lépjen vissza, és adja át ezt az irányító szerepét a gyerekeknek, mert hisz ő lenne az egyik legnagyobb akadály annak, hogy a gyerekek együtt dolgozzanak. Gyakorlatilag ez egy nagyon fontos kérdés. És akkor ugye az innováció az egy következő lépés volt, tehát ugye megismerték az oktatók a komplex instrukciós programot, létrehoztunk egy 60 órás akkreditált tanfolyamot, és akkor ugye itt a következő lépés, hogy hát ez hogy jelenhet meg a tanárképzésbe. Tehát hogy lehetünk még biztosabbak abban, hogy ezt a módszert ne csak átadjuk, hanem mi magunk is nagyon-nagyon jártasak legyünk benne. És hát mi itt a Tanárképző Intézetben azt döntöttük el, hogy minden hatodik szemináriumi órát komplex instrukciós program szerint építünk fel. Nem kell ehhez a tanítás mesterségének lenni, szinte teljesen mindegy, hogy melyik tantárgy, lehet ez iskola szervezet, iskola vezetés, vagy éppen lehet a tehetség pedagógiája, bármelyik kurzusról is beszélünk. Gyakorlatilag ugye mi zajlik le egy felsőfokú oktatási intézményben? Minden óra új ismeret átadó óra nagyjából, tehát ott az dominál. És itt az a kihívás az oktató számára, hogy tudja úgy ezt az új ismeretet átadni kívánó órát felépíteni, hogy a hallgatók hozzászoknak ahhoz, hogy csoportban dolgoznak, innovatív gondolatokat kell megfogalmazni, ugyanakkor nyilvánvaló azzal számolni kell, hogy az ő ismereteik nem lesznek teljesek, tehát a produktum nem lesz teljes tartalmában, azért mert ez új ismeretet feldolgozó óra is nem igazán ismerték, tehát vannak hiányos pontok. És innentől fogva kérdés az, hogy tudjuk úgy a hallgatókat nevelgetni ott az egyetem falai között, hogy
úgy kerülnek ki, hogy számukra nem idegen csoportban dolgozni, csoportban dolgoztatni. És akkor persze jön a tanítás mestersége, ahol még erre rádolgozunk, olyan szempontból, hogy tudományos háttért adunk neki, megismertetjük a másfajta technikákkal őket, és persze ennek a kimondottan a technikájával is. A hallgatók ugyanazt fogják meg véghez vinni, mint amit mi oktatók megtanultunk, vagy amit egy aktív pedagógus már az iskolában csinál. Órát szimulálunk, az óraszimuláción keresztül megtapasztalja azt, hogy milyen lenne, vagy hogy kell felépíteni a tanítási órát, és utána pedig egy óraterven keresztül bizonyítja, hogy ő ehhez ért. És ugye a pedagógus képzésnek hát vannak fókuszpontjai, és az első kis dián a fókuszpontok közül két diát hívtam segítségül. Hát itt végül is szerzőkre is hagyatkoznék, vagy szeretnék hivatkozni. Az egyik az, hogy ugye az elsődleges szempont ugye a hallgatóknak a tudásának a fejlesztése, elősegítése, tehát ez rendben van. A másik pedig a tanítási gyakorlat, a terepgyakorlat kérdése. Én kimentem a Stanford Egyetemre, és megnéztem azt, hogy ugye mégiscsak az egyik legjobb képzés a Stanfordon működik, és a tanárképzés, és megnéztem azt, hogy ők ott mit csinálják, és sőt, annyira megnéztem, egy tanfolyamon vettem részt, hogy megnézem azt, hogy mi történik ott az egyetemen. És igazából én azt tapasztaltam, hogy ott egy nagyon erős évnyi, oly szoros elméleti képzés és gyakorlati képzés ötvöződik, amely aztán oly magabiztosságot nyújt a hallgatók számára, hogy kikerülve az intézményből, ők biztos kézzel tudnak a tanuló csoporthoz nyúlni. Jelzem, már vannak visszajelzések azzal kapcsolatban, hogy a mi hallgatóink is már dolgoznak iskolákban. Személy szerint nekem a helyünk keresztül iskolában is van egy ilyen volt hallgatóm, ma már kollégám, és kikerülve az egyetemünkről, első pillanattól kezdve úgy nyúl a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportnak a neveléshez, az kívánatos. Tehát sőt, mi több, azt mondhatnám, hogy biztonságosabban érzi magát ebben a körben, vagy ennek a módszernek az alkalmazásában, mint mondjuk frontális módszerrel tanítani. Ugye gondoljuk végig a gyakorló tanárokat, éppen nem így van. Ugye? És itt, tehát a lényege a monolimonónak az, hogy a felsőoktatási intézménynek a falai között fel tudjuk, képesek vagyunk felkészíteni úgy a hallgatókat, hogy a lehető legnagyobb biztonsággal tudjanak majd kilépni aktív pedagógusként. Aztán a hallgatóknak a heterogén tanulócsoport kezelésére, nevelésére való felkészítésére beszéltem, vagy ezt említettem, és a pedagógiai attitűdváltás is már említettem. És akkor mi igazából melyek azok a fókuszpontok, amiket nem tudunk elengedni, illetve amiket nagyon fontosnak tartunk? Hát először is az, hogy ha ugye a szerzők szerint a pedagógusoknak a tantermi munkája hatalmas nagy korrelációt mutat azzal, hogy mi történt a felsőoktatási intézményben. Minél inkább gyakorlatorientáltabb képzés, illetve minél inkább megkapja azt a segítséget a oktatási intézmény falai közül, amit aztán majd ő konkrétan tud használni az osztályteremben, annál nagyobb eredményt és sikeresebb eredményt és rögtön a pályájának a kezdeténél. Itt kimondottan ezek a szerzők, akik az első pontban említésre kerülnek, ugye Benedék, ők azt vizsgálták, hogy például kémiai laboratóriumban, vagy a kémiai kísérleteket egy iskolában ki használja, mely pedagógus gyakrabban. Hát nyilvánvaló, hogy azok, akik a felkészítésük során is természetesnek vették, hogy majdnem minden nap kémiai gyakorlatot végeztek, a laboratóriumban kísérleteztek. Akiknél ez elmaradt, mert elméleti síkon ment, hát nyilvánvaló, hogy kikerülve sem nagyon alkalmazta. És ugyanez van egy osztálytermi gyakorlatra is. Hogyha ő neki természetes, hogy belenő, mert minden hatodik szemináriumát így szervezik, akkor ő neki a világ legtermészetesebb dolga, hogy így kell felépíteni a tanítási óráját, és nem görcsöl, és nem találja nehézkesnek azt, hogy ilyen keretet adjon az ő órájának.
hogy a heterogén tanulói csoportot kezelése a második pont. Aki nem fog érteni ehhez, gyakorlatilag, mint pedagógus, először szenvedni fog. Mert csak a gyengékre, csak a tehetségesekre, csak a középrétegre képes egyszerre koncentrálni. De még a kérdés az számunkra, hogy erre a nagyon-nagyon színes tanulói csoport nevelési oktatására is fel tudjuk-e készíteni ezeket a hallgatókat. Az ismereteknek az átadása. Milyen módszereket alkalmazzon? Ismeri-e azt egy hallgató, hogy az ismeretszerzés nem az igazán egyértelmű és tuti módszere, hogy kiáll valaki és magyaráz. Mert hogy ugye a gyerekeknek hány százaléka 10 perc múlva elveszíti a fonalat. És hát nyilvánvaló, hogy az a pedagógus sem ér el sikereket, és már az utolsó pontnál tartunk, akik nem veszik figyelembe az egyéni különbségeket, és nem veszik figyelembe, hogy vannak tanulásban lemaradottak, vannak tehetségesek, tehát őket együtt kell nevelni. Hát most itt hirtelen még, ami nálam volt két kutatási szakmai anyag, de van több is, hisz ott van egy könyvben. Én amikor a PPT-nek készítettem, ezeket értem el. Hát már a kutatások megkezdődtek a KIPP-el kapcsolatban, itt a Tanárképző Intézetben, és hát nyilvánvaló, hogy egy egész könyvet tudunk majd most már mellé rakni, ami pont arról szól, hogy egy innovációt hogy lehet elterjeszteni, és az innovációnak a fő kérdése az, hogy a pedagógiai kultúraváltás sikerül-e véghez vinni az intézményen belül. És akkor a tervekről, vagy egyáltalán távlatokról. Nézzük azt, hogy igazából nagyon fontos az, mert már elhangzott a gyakorlati tereknek a kijelölése. Teljesen mindegy az, hogy osztályterem, vagy közösségi szolgálat. Nagyon fejlesztő hatásunknak és nagyon segítőkésznek kell lenni abban a tekintetben, hogy a hallgató felépíthesse az tudását. Szinte észrevétlenül kell valóban bevonni őt a építkezésbe. Igazából egy olyan biztos tudást adni neki, amivel aztán ő lehet, hogy az elején nehezebben, de a végén pedig már megerősödve ebbe jó teljesítményt tud felmutatni. Aztán a tanári kompetenciáknak a fejlődésének nyomon követése. Ugye a tanári kompetenciáknál én itt most nagyon sok mindenre is gondolhatnék, de most van nekünk egy pedagógus minősítés. A pedagógus minősítésben van 8 fajta kompetencia, a 80 fajta kompetenciához tartozik 77 indikátor. És akkor itt az a kérdés, hogy tudjuk mi ezt segíteni? Nevetséges, de a komplex instrukciós programmal még ezt is. Tehát gyakorlatilag majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy egy tanítási órán majdnem mindenféle kompetenciát és indikátort fel tudunk fedezni. Tehát ilyen szempontból azért lenne nagyon fontos ez a pont, mert a hallgatóknak a figyelmét, hogyha ráirántjuk erre, akkor nem ijed meg, és nem gondolja azt, hogy az ő gyakorlati évei alatt, és a gyakornoki évre gondolok, amikor még nincs pedagógus egy, hogy ő pontosan azt csinálja, amit kell, és ne azokat a, nem is tudom, hogy milyen mondatokat nézze ott, hanem pontosan legyen abban erős a hitében, hogy hát pont azt csinálja, ami ott kívánatos. A mentori hálózat kiépítése. A mentori hálózat kiépítését én arra a gondolatomat oda fókuszálom, hogy nagyon kívánatos lenne, hogy, és nagyon macerás közben, a Tanárképző Intézeten belül gyakorlatilag a hallgatókat, akikkel ott bánunk, mondhatnám azt is, hogy egymás között felosztani. És ez az egymás közötti felosztás, ez azt jelenti, hogy minden, mondjuk egy-egy oktatóhoz lehet, hogy 10, lehet, hogy 12, lehet, hogy 5, nem tudom, hogy mennyi hallgató kerülne, és gyakorlatilag
én, mint mentor, tudnék vele úgy foglalkozni, hogy bármilyen problémája van, akár a tantárgyal, akár a magának az intézetnek a képzésével kapcsolatban, vagy akármilyen erőssége van, ő legyen egy ember, akihez nyíltan és bátran tud fordulni, és ez az ember tud neki segíteni. És ugye a mentori hálózatnak még ott van egy másik oldala is, hogy de hát vannak gyakorlati és gyakorló terep, tehát iskolák, nincs gyakorló iskolánk, hanem gyakorló terep van, és ezekbe az iskolákba kikerülve milyen jó lenne, hogyha az egyetemi oktatónak, mint mentornak lenne egy párja. Én ismerném azt, hogy ott a terepen kihez tudok én szólni, és nem egy intézetigazgatónak kellene megbolondulnia, hogy nem tudom, hogy hány iskolában hány tanár van, és azt se tudjuk, nem tudjuk követni a hallgatókat, hanem mindenkihez tartozik 5-10, nem tudom, hogy hány gyerek, és hallgató, és ezt a hallgatót mi az egyetem részéről segítenénk, és ott a terepen pedig hát nyilvánvaló, hogy lenne egy olyan segítő is, aki nem csak letudjuk azt a terepgyakorlatot, hanem valóban be tudná vezetni őt a tanításnak a rejtelmeibe. És hát a tanítási segédanyag előállítása, itt a tanítási segédanyag előállításánál nagyon sok mindenre gondolhatnánk. Én gondolok nem csak a komplex instrukciós programmal kapcsolatban, bár most itt erről az innovációról beszélek, de pont ehhez kapcsolódóan is segédanyagokat összeállítani, az, hogy ő hogy tudja majd a mindennapi tanításába ezt a programot biztosan alkalmazni, tehát ehhez segítség kell. Nagyon-nagyon nagy a forrásanyag különben. Tehát bármihez nyúlhatnának a hallgatók. Az a baj, hogy pontosan ez a nagyon sokszínűség akadályozza meg őket, hogy valamihez is hozzányúljanak. Tehát gyakorlatilag irányítani kellene, hogyha te ezt akarod, akkor itt van ez a tananyag, vagy segédanyag, és ezt használd fel. Vannak mások is, de amikor már valamiben biztos vagy, utána vond be a többit. Tehát gyakorlatilag itt a terveknél talán ezt lehetne előrevetíteni. És akkor összegzésént szeretném akkor elmondani, hogy ugye van egy program, ami már bizonyított, ami sikeres. A Tanárképzőintézet felvállalja azt, hogy oké, ennek a terjesztését, tudásának az átadását megteszi. Létrehoz egy 60 órás tanfolyamot, maga a közösség, a tanári, oktatói közösség is megismeri ezt a programot. Bevezeti úgy a tanárképzését, hogy nem csak elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatában a hallgatókkal ilyen órákat szervez, és a hallgatók gyakorlatilag észrevétlenül belenőnek ebbe a programba. Hát persze van ennek egy tantárgya is, és hát nyilvánvaló, hogy a feladat az, hogy megfelelő segédanyagokat, konkrét segédanyagokat hozzáadni, de talán a konkrétat arra gondolok, hogy oly speciálisat, amit ha nálunk tanulta, akkor hozzá tudja kötni, és így tudja a gyerekeket majd a saját aktív pedagógusi gyakorlata folyamán kezelni. Hát ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet! Jó, hogy visszaadom ezeket, jó? Igen. Reakciók. Csáku Misi. Ez a magyar szociológusok története is előképzettséget szóval. Igen. Na most, de nem annyira magyar
ebben a következő volt, ugye tudom, hogy itt nem törvényi akadályok is vannak, de azért elmondtam a példát. Ugye azt mondja, hogy azt csinálta, hogy az a tárgy, ami nálunk igazából talán a környezetismeretnek, vagy ilyesmények felelnek, abban azt találta ki, hogy az osztályt az tanít elején kivitte az iskola és a highway közötti lacra, ami egy olyan gazdas terület, és ott ugye egy cölöppel, karóval, magzaggal kimértek mindenkinek egy 1 méteres részt. Utána ez lett mindenkinek a saját része. A saját részén attól kezdve megfigyeléseket végzett, hogy mi minden nő, meg mászik, meg csúszik, meg micsoda hamar a felé. Na most ehhez beszereztek egy akkor már közönséges piaci forgalommal kapható egyszer típusú programot, és mindenki megcsinálja kellett egy kis adatbázist arról, duplikákkal, hogy minden csúszik, mászik és nincs csinál, és nem tartálni meg egy szerkeszteni, és nyilván tartani. És ugye ezt aztán nyomon követték, megbeszélték rendszeresen, amiről nem tudta, hogy micsoda, az iskolának látszik nem volt elegendően felszerelt könyvtár, mert az volt a tartó, hogy akkor el kell menni a városi könyvtárba, megnézni a növényhatározót, meg a rovarhatározót, akármit, amiről éppen szó van, és megállapítani, hogy mi micsoda. És azt aztán megfelelően beérkezni. És a végén, a tanulói végén, ugye elvégeztek egy csomó feladatot, ugye egyúttal, persze ez egy projekt, ha tetszik, de egy egésznek valamilyen komplex szemlélete, amit nem lehet úgy kitalálni, hogy egy órában gondolkodom. Most nem feltétlenül kell rögtön egy egész tanévben gondolkodni, bár az jó lenne, de valami tanegységben, valamilyen tartalmi egységben, ami előre vinne. Hol van erre a lehetőség? Ugye azt én nem tudom, ezt nagyon tudják, hogy hol van lehetőség, mert hol nincs. De én egy kicsit rugalmasabban fognám fel azt is, hogy minden hogy a felső felé mindenre új anyagot kapjuk. Hát nem, persze. Persze, bizonyos értelemben igen. De ugye én szerintem itt fokozottan érvényes, amit mondott, hogy a gyerek minél többet beszél, annál többet tanul. Következésképpen nem nekem kell előmondani a költői ismereteket, hanem őket kell valamiről beszélni. Következésképpen, aki nem volt, ha nem olvasta le a csapatot, az irodalmat, amit aznak föl kéne dolgozni, de hiszen haza szoktam őket küldeni. Mondván, hogy ez nem az az óra, ahol én beszélek, ez az óra, ahol a hallgató beszél. Következésképpen föl kell rá készülni. De egyébként is mindenképpen valahogy feladatok van, ami valószínűleg ez a módszere lehetőséget adnak. Ez már most nagyon összetett a... Tehát sok mindenre szeretnék válaszolni. A következő, tehát ha csak a módszert nézzük, akkor amikor, mert ugye én nem csak az egyetemen oktatok, hanem egy iskolának vagyok a vezetője, ahol 73%-nyi hátrányos helyzetű gyerek van. Na most az egyértelművé vált, hogy minél több a hátrányos helyzetű gyerek az iskolákban, annál inkább nem tudják a pedagógusok a tanítási órát rendbe rakni. És igazából, amikor a módszer felé irányult a figyelmem, akkor egyértelműen az motivált, hogy először a tanítási órát kell rendbe rakni. Aztán azért alakult ki az, hogy tanmenetkövetők vagyunk, nagykövetők, minden, nekünk teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, nem is zavar minket különösebben, tanítjuk ezt a mi magunk dolgát. Egy biztos, hogy bennem, mint intézményvezetőben, egy idő után megfogalmazódott az, amikor már alkalmaztuk a komplex instrukciós programot, hogy oké, rendben van, de mi van a szabadidővel, mi van a szülőkkel, mi van az olvasás, a szövegértéssel, mi van az igazi differenciálás, tehát egy csomó dologgal, meg úgy egyáltalán, hát azért csak kellene a pénzügyi életbe bevenni őket, és vagy például mi van a digitális technikával, technológiával. És ma ott tartunk ebben a komplex instrukciós programban,
hogy már nyelvi program elkészült a Miskolc Egyetemnek a szervezésében, tehát az ottani kollégák német-angol tananyagot úgy hoztak létre, hogy tankönyv se kell hozzá egyáltalán, hanem a kötelező 4., 5., 6., 7., 8. osztályban minden 6. óra meg van kipesítve, egyébként pedig építkeznek a különböző, az életből vett gyakorlatokból nyelvhez hozzákapcsolódva a gyerekek. Létrejött a GeoGebrához hasonló GeoMatek magyar változat, 1-től 12. évfolyamig, ott megint meg vannak kipesítve az anyagok. Tehát gyakorlatilag a KIP ebben pont abban játszik szerepet, hogy életszerű feladatokat hozzon létre. Tehát, hogyha csak a tudás lenne, az nagyon szegényes lenne, tehát nekünket nem az érdekel, hogy azt feltételezzük, hogy ő tudja, mert felépítették 5 órán keresztül. És utána azt kérdezzük, hogy most mit lehet vele bánni. És ez a lényeg a tanárképzőintézetben is, hogy az rendben van, hogy mi minden 6. órát ott megszervezünk így, de mire való? Tehát itt az a lényeg, igen, hogy ráirányítani a hallgatóknak a figyelmét, hogy nem, ez nem egy technika. Mert hogyha csak a technikában gondolkodik valaki, persze nem lehet technika nélkül megcsinálni, mert ez egy biztos keretet ad, és hogyha még, mert ugye a hallgatók között nagyon-nagyon nagy az eltérés. Az okos hallgatók tudják, hogy technika is van mögöttes dolog. Aki meg szolgai módon szolgálja, annak meg egy olyan mankó, aminélkül lehet, hogy soha nem tudna tanítani sem. Tehát ilyen szempontból a mi célkitűzésünk az, hogy megismerkedtetni ezzel a programmal a hallgatókat, és nyilvánvaló, hogy építkezni. Különben már mi is olyan órákat tartunk, itt most Imre rád nézek, mert pontosan egy olyan képes órát tartottál, hogy a 5 csoportra osztottad talán a hallgatókat, és mindegyiknek videó részletet kellett megnézni, a videó részleten keresztül kellett aztán valahova eljutniuk, talán úgy befejezést, vagy nem tudom, előadni, vagy véleményt mondani. Tehát gyakorlatilag azért ez átszövi a mi életünket. Itt kettős a dolog, vagy többszörös a dolog. Az egyik az, hogy értsen majd ahhoz, amit majd csinálni fog, mert ezzel fog találkozni kint. Tudja azt, hogy ez csak egy módszer, persze van egy technikája, de van egy nagyon-nagyon mély tartalma, és a lehető legtöbb dolgot, akár a digitális technikát is vigye be, mert anélkül meg a gyerek nem fog érdeklődni a dolog iránt. És benne van az is természetesen, hogy persze projektekben is lehet gondolkodni. Ha belegondolunk, úgy is el lehetne képzelni a tanárképzést, hogy 6 óra projekten keresztül 5 órában dolgozik, felépítik, és a 6. pedig összerakják akár ilyen módszerre. Tehát abszolút benne van a lehetőség, úgyhogy hát ez még... Köszönöm szépen! Nem nyitok újabb kört, még ha lenne is újabb kérdés, mert mondtátok, hogy korlátos az ideje itten többeknek, úgyhogy kérjünk át a következő előadásra. Pendrive-on az anyagot, úgyhogy egy kicsit át kellett szerelni. Hát, itt már elhangzott többféle aspektusa is az oktatásnak, a szociológiai környezetnek. Picit arrébb lépje, jó? És, én most egy még egy picit lépje arrébb, Léci. Elnézést, hát csak, hogy... Akkor már inkább elhúzom. Igen, jó, tökéletes. Még egyen lépje a... Egy technika azonnal zsinulni. Még egy kicsit lép. Jó. Oké, jó. Tökéletes. Rendben, ilyen nagyobb központi szerepet kaptam hirtelen. Szóval inkább a nyelvfejlesztés, meg nyelvi szemmel megközelített oktatásfejlesztés irányából mutatnék be egy olyan programot, amit a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézetében kollégáimmal együtt dolgoztunk, kifejlesztünk, projektről projektre haladva, és ez pedig az úgynevezett együtt haladó program. A nevéből adódik is, hogy itt elsősorban két célcsoportot vettünk figyelembe, illetve ezek közül is elsőként
a Magyarországra beérkező, de alapvetően az Európai Unió kívülről származó úgynevezett harmadik országbeli diákok csoportját, a migráns diákokat, akiknek hát a jogszabályi kötelező belépésüket tekintve részt kell venniük a magyar közoktatásban, az iskolában, egy környezetben, egy osztályban kell tanulni a magyar anyanyelvű diákokkal együtt, és csak külön kérésre és speciális indoklással engedélyezik az év, illetve kortól történő eltérését és elhelyezését ezeknek a diákoknak. És azért kell megemlítenem, hogy az egyik célcsoportunk a migráns hátterű gyerekek, mivel most már gyakorlatilag volt két olyan próba projektünk is az alapprojektjeink mellett, amelyek kibővítik, kicsit módosítják az alapvető célcsoportunkat, és kitágítottuk a korlátozott nyelvi kódú tanulói csoportok felé ezt a kört. Hiszen főleg ott az észak-magyarországi régióban, illetve kisebb-nagyobb arányban, országosan is úgy mondhatjuk, hogy mindig előfordulnak iskolánként olyan diákok, akiknek a magyar nyelvi, sőt magyar anyanyelvi kompetenciáik nem megfelelő szinten, nem a NOT szerint elvárt, illetve korosztályuk szerint elvárt követelményeknek felelnek meg. Tehát így mondhatjuk úgy, hogy fejlesztési kívánalmaik vannak. És akkor itt látni egy rövid összefoglalást, hogy maga a nyelvészeti terület az nagyon széles körben gondolkodik arról, hogy például a magyar nyelv kapcsán, hogy hogyan is fogjuk fel. És itt különböző kutatási területeket felsorolhatnék, szinte az összes nyelvészeti területen megtalálhatjuk, de a két nagy csoportot. Egyrészt az első nyelv, ez az L1 nyelvnek nevezett kategória. Ebbe tehetjük be, amit anyanyelvnek, apanyelvnek vagy dajkanyelvnek nevezhetünk. Itt mindegyik az a lényeg, hogy a környezetből, illetve a családi környezetből elsajátított első nyelvről beszélünk. És itt ez esetben így tekintünk a magyar nyelvre. A másik nagy kör az, amikor a magyar nyelv valamilyen idegen nyelv formájában jelenik meg, tehát nem az első 3-4 évében sajátítja el a gyermek ezt a nyelvet. És ennek kapcsán lehet idegen nyelv, vagy második nyelv, ilyenkor válik bilingvissé, kétnyelvűvé egy adott diák, illetve beszélhetünk a környezeti nyelvről, hiszen kisebbségek esetében nagyon sokszor előfordul, hogy a családi nyelve az nem egyezik azzal, amit mondjuk a hivatalos nyelvként az adott országban, vagy iskolai környezetben, hivatalos környezetekben kell használnia. Tehát ilyenkor beszélhetünk környezeti nyelvről. Hát, hogy mi is maga a probléma, ami miatt elkezdtük ezt az egész programot kidolgozni. Egyrészt az, hogy kis létszámúak a migráns tanulói csoportok, nem csak iskolánként, de még osztályok szintjén is. Van, hogy egy-két fő, van, ahol 6-7, sőt, vannak olyan két tanítási nyelvi iskolák, amelyek ilyen csoportokra specializálódnak, mint a kínai magyar vagy a török magyar iskola. Ott viszont egész csoportokat találunk migráns csoportok terén. Ezek kívül változó fokú a nyelvtudásuk, illetve a származási hely kulturális háttér tekintetében is teljesen változatos az összetételük, tehát mindenképp heterogén tanulói környezetről beszélünk. És mindezek mellett az oktatói szempontból a probléma, hogy magyar, mint idegen nyelv tanár, aki speciálisan erre szakosodott, nagyon kevés van. Illetve mindezek mellett multikulturális tanácsadó is, aki át tudná a kulturális sokkon, illetve nyelvi problémákon segíteni ezeket a diákokat, szintén nem minden iskolában található. De mi a helyzet a korlátozott nyelvi kód esetében, ahol az anyanyelvvel küzdenek meg a diákok? Itt is elsősorban a heterogenitás az első számú probléma, hogy mindig, hogyha az iskoláról beszélünk, sőt, akár adott iskolákban, mint ahogy itt is hallottuk, ahol nem vagy kevésbé nyitottak változásra vagy új eszközök megtanulására, problémát jelent az, hogy a diákok különbözők. Nem lehet őket egy dobozba tenni, és nem ideális diákokkal találkozunk egy osztályban, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. Mindezek mellett itt viszont speciálisan eltérően az anyanyelvi kompetencia és a nyelv használati kompetencia az, amiben a hiba forrása keresendő, és kapcsolódási pontot jelent viszont az idegen nyelvűekkel az, hogy a szakszókincs és ezeknek a lexikális elemeknek a tudása mind a két körben nagy hiányosságokat mutat, és ez mindenképpen fejlesztésre szorul. És hát mivel is, vagy mind keresztül lehet elérni a diákokat?
így ezt megpróbáltam három nagy témakörbe csoportosítani, ami talán a leginkább meghatározza azt, ami utána a programot is magát felépíti, és ebből az első az a motiváció szerepe. Itt számos különböző európai modellt építettek fel, attól függően, hogy mi az adott aktuális helyzet Európán belül, vagy éppen a világon az adott területen, és hát ezek alapján besorolták első körben azt, hogy mindig van egy egyéni érdek, illetve van egy kollektív érdek a nyelvtanulás során. Ilyen alapon például a tanuló természetes módon választ magának egy magasabb státuszú nyelvet, hiszen hogyha mondjuk spanyol az anyanyelve, vagy vegyük a magyar anyanyelvűeket, akkor persze, hogy az angolt kezdi el szívesebben megtanulni, mint mondjuk az indonészt vagy a havait, mert hát több, hiszen több a beszélője. És ugyan a szülői indítatás felül is, hiszen nagyon jól látszik például a magyar oktatáson belül is, hogy kezdetben volt úgynevezett oroszos időszak, utána németes, most angolos időszak is, és mindig változik éppen aktuális trendek szerint. Utána mi a második? Ez a különbözőség és kisebbség motivációjaként ragadható meg. Ez egy finn modell, és náluk speciálisan a két hivatalos nyelv, a finn és észt kapcsolata alapján fejlődött ki, hiszen ott elvárás az, hogy a tanulók megpróbálják integráltan kezelni a két nyelvi közösséget, és hogyha nem is az adott hivatalos nyelv beszélője, legalább egyiket a két nyelv közül jól beszélje, a másikon pedig kommunikálni legyen képes a többi diákkal. A másik opció pedig a finnek szerint, hogy ha valaki másféle nyelvet tanul, annak legtöbbször a tipológiai vagy a különbözőség az oka. Azért, hogy valamilyen a sajátjától teljesen eltérő nyelvet tanuljon, és hát ebben lehet is valami, hiszen a közösségi médiában elég gyorsan elterjedtek ezek a típusú képek, ahol látszik is, hogy az angol az, mint egy kis cica, könnyen megtanulható, sok ember beszéli, még a magyar nyelvtan az óriás szörnyként hihetetlen nehézségek megküzdése árán győzhetünk csak le és szelidíthető, mondhatni kis cicává. És persze hát ott van a harmadik tényező, az az iskolának és az életnek a kapcsolata, hiszen itt pont az előző előadás kapcsán elő is jött, hogy mik azok a szituációk, amiben meg kell tanulnunk a nyelvet. Nyelvvizsgákon sokszor emlegetik, hogy nem életszerűek azok a szituációk, nem az élethez kapcsolódnak, nem fogja tudni attól, hogy van egy nyelvvizsgája, ténylegesen használni a nyelvet. Na hát ez már a 20. századi előzményeit is tekintve egy elég hosszú történetet bejáró modelltípus, de folyamatosan fejlesztik, és nagyjából két típust az alapján, hogy valószerű helyzeteket próbálnak kialakítani az iskolában. Ez a mondanom kell valamit, muszáj, tehát mondjuk egy iskolai tantárgyhoz kapcsolódó idegen nyelvű megnyilatkozást tekintjük ilyennek. És vannak a valós helyzetek, mint az, amikor ki kell tudnunk tölteni idegen nyelven egy csekket, egy hivatalos levelet megírnunk, mert szeretnénk kiutazni. Na, ez